Jó estét kívánok! Nagyon kell, hogy segítsenek nekünk ma este. Ugyanis heti nézettségi rekordot szeretnénk dönteni, és ez önök nélkül nem fog sikerülni. Ilyen közel vagyunk hozzá. Úgyhogy nézzenek bennünket végig, és akkor menni fog. Önök nélkül biztos, hogy nem. Nagyon jó társaság és nagyon jó témák vannak ma este, megkönnyítendő az önök dolgát, ismerjék meg a vendégeimet. Itt van Sándor Zsuzsa, volt bíró, Szél Bernadett, független országgyűlési képviselő, és Komlódi Gábor, ügyvéd az ÜDE Egyesület képviseletében. Elmondom a nap kérdését, nem ezzel kezdünk, de van még idejük egy kicsit ízlelgetni, vagy hogyha akarják, akkor a szavazati arányokon változtatni. Iger István, az orvosi kamara elnöke azt mondta, hogy a magyar egészségügy még mindig jobb, mint az afgán. Mit gondolnak Iger István gondolatáról? Hozzáteszem, nem cinikus, elkeseredett az ő mondata. 15% azt mondja, igaza van, meg kell becsülni, amink van. 85% azt válaszolta, hogy csak aztán nagy feró, nehogy nyakon vágja. Legalábbis Iger Istvánt, ugye talán emlékeznek rá, tegnapi hír lehetett, hogy Nagy Feru azt mondta, hogy aki rosszat mond az magyar egészségügyről, hát azt nyakon vágja. Beszélni fogunk erről is, de legelőször arról, hogy Gyurcsány Ferenc írt egy 29 oldalas dolgozatot arról, hogy szerinte miként váltható re Orbán Viktor kormánya. Ez ma az első téma. Az Orbán rezsim a magyar demokrácia elégtelen működésére adott válasz, ezt írja Gyurcsány Ferenc helyzetértékelő dolgozatában. A 29 oldalas dokumentumban a demokratikus koalíció elnöke azt írja, a Fidesz politikai sikereinek perdöntő oka az ellenzék évtizedes megosztottsága. A volt miniszterelnök szerint azonban a legfontosabb kérdésben egy oldalon állnak, abban, hogy Orbán Viktornak mennie kell. Gyurcsány Ferenc úgy látja, a tavaly év végén kezdődött összeellenzéki tüntetéseknek köszönhetően 9 év után annak a küszöbére érkeztünk, hogy megszülessen Orbán Viktor rendszer ellenzéke. Hozzátette, a lázadás akkor lehet eredményes, ha az kiterjedt, tömeges és tartós. Na, Gyurcsány ebben a dolgozatban egyebek mellett leírja, hogy az ellenzéknek milyen stratégiát kellene folytatni ahhoz, hogy sikeresebben politizáljon, és az jutott eszembe, hogy amiért most elvonták egy havi fizetését, meg az MTV a botrány, az tulajdonképpen erről szól. Tehát nem ez történik, amit ő leírt. De ez egy teljesen jó dolgozat, ugye megküldte külön is, tehát volt alkalmam olvasni, elmélyedni benne. Az az igazság, hogy nem nagyon tudok vele vitatkozni. Szóval ez a mostani helyzet, amiben vagyunk, itt ki kell, angolul szoktak kigondolni a dobozból, szabad ezt így. Tehát, hogy arról van szó, hogy szét kell feszíteni a kereteket. Van egy totálisan cinkelt játszma, olyan törvényeket, olyan szabályokat hoznak, ami nekik jó. Ha ez szerint játszunk, akkor lehet, hogy nem kezdik el húzogatni a szájukat, hogy jaj, de neveletlenek vagyunk, meg agresszívak, meg nem tudom milyenek, de gyakorlatilag fenntartjuk az ő hatalmukat. Hát én még nem hoztam nyilvánosságra, de most is kaptam egy olyan választ Rétvári Bencétől, hogy ki fogom rakni egyszer a falra, ha majd ott tartok, egy megfelelő falra, mármint a választ. De hogy elképesztő. Szóval elképesztő, hogy mennyire semmibe veszik a legalapvetőbb, nem is tudom, társalgási normákat is most már ők. Úgyhogy, na, ez tök jó. Ne papoljanak. Mit kezd két jogász azzal a helyzettel, hogy jogállami keretek között, vagy nem pusztán jogállami keretek között kell gondolkodni abban, hogy lebontani, vagy elküldeni a jelenlegi kormányt? Először le kéne szögezni, hogy ki beszél itt jogállamról. Ez már réges-rég nem jogállam. Akkor, amikor a Fidesz a saját maga által hozott törvényeket is sorozatosan megszegi, olyan törvényalkotást, hát emlékezünk ugye a december 14-én, akkor volt ez a parlamenti ülés, amikor arra úgynevezett rabszolgatörvényt, amikor a közigazgatási bíróságokról szóló törvényt az ismert körülmények, botrányos körülmények között keresztül verték a parlamenten. Én nem gondolom, hogy itt jogállam lenne. Ha pedig nincs jogállam, akkor én mélyen egyetértek azzal, hogy itt a polgári engedetlenség, a tüntetések, ezekkel az eszközökkel kell élni ahhoz, hogy remélni lehessen valamilyen változást. Szerintem egyetértve ezzel, nagyon sokat elárul arról, hogy milyen a kommunikáció, ma nem téma ez, de ugye Palkovics úr azt mondta, hogy
hogy ha nem tetszik az MTA-nak a törvénymódosítás, illetve nem járul hozzá, hogy elvegyék az intézményeket, akkor majd módosítanak egy törvényt, azt jó napot, tehát hogy ez nagyon látszik. Azért abban is bele lehetne menni persze, hogy ez mikor kezdődött, hogy nem volt jogállam, és hogy a jogállami keretek közötti játékot vajon az ellenzéknek a választásokon való indulásával kellett erősíteni, vagy nem dolgom, hogy ezt megítéljem, de az egészen bizonyos, hogy most abban a helyzetben vagyunk, ami valóban így van, hogyha nincsen jogállam, akkor nincsen jogszerű eljárás sem. És egy nagyon jó példa szerintem erre, hogy milyen nehézen totyog ebben az ellenzék, az pont a Karácsony Gergely interjúja a Hír TV-ben, hogy amikor valaki, szerintem egy kiváló jelölt, aki nagyon jól tudja a sajátjai között, amikor normálisan kérdezik és érvelni kell, a sajátjai között nagyon jól el tudja mondani a koncepcióját, meg az álláspontját, meg a világnézetét, ki tudja tárni abból a dobozból, vagy egy másik dobozba, és amikor pedig kötekednek vele, és kifejezetten nem azt mondom, hogy nem alá kérdeznek, mert nem erről van szó, de kifejezetten kekec, nincs a komfortzónájában. Igen, akkor abban nem tud mit kezdeni, mert nem tud kilépni a saját úriember szerepéből, és lehet, hogy ezt viszont most meg kell, én csak erre gondolom. Ezt meg kell tanulni, tehát én azt gondolom, hogy az ellenzéknek nagyon sok tanulni valója van. Karácsony Gergelynek is nem szabad ezekbe a csapdákba belesétálni, hanem vannak erre szakemberek, akik az ilyen kommunikációra fel tudják készíteni az ellenzéki vagy bármelyik politikust, de adott esetben az ellenzéki politikusokat, hogy igen, menjenek el a Hír TV-be, menjenek el a Van még EHO TV, nem tudom, hogy most éppen hogy állunk, mindegy, de áll még, igen. Hogy áll, nem. Sugároz. Nem férjét bele. Csak zárójeles megjegyzés, Zsuzsa, hogy igazad van, de ezek mind pénzbe kerülnek. De... Tehát ott kezdődik a dolog, hogy felöltözni, tehát egy jó öltöny mennyibe kerül, és azok a szakemberek, akik ezt megtudják, az egyik oldalon meglehetősen bőkezően állnak rendelkezésre ezek a források. Főleg zárolt számlákkal most már a pártok, aztán tényleg az egy másik kérdés, de visszatérve erre, hogy én nem akarok azzal vitatkozni, bőven van, mint az ellenzéknek tanulni. Nekem is, mindenkinek, Gergőnek, mindenkinek van mit tanulni. De hogy azért a politikusoknak is van egy alapvető habitusa. Én valószínűleg képtelen lennék ott jól nevelten, ücsörögve és bólogatva válaszolgatni türelmesen kérdésekre, mert olyan a habitusom. De vannak olyan politikusok, akik egyszerűen valóban nem tudnak kilépni abból a szerepből, és lehet, hogy bután is néznének ki, ha neki állnának ott máshogy viselkedni. Mondjuk a Jakab Péter a Jobbikból például, ő egyszerűen tudta hozni azt, hogy a Propaganda TV-t azt a megfelelő helyre. És itt jön a lényeg, és én nagyon egyetértek ezzel, hogy egyszerűen mi alapvetően demokratikus körülményekre vagyunk berendezkedve. Én is akkor kezdtem el politizálni, amikor még az volt az előző pártomban a mondás, hogy konstruktív ellenzéke leszünk a Fidesznek. Szóval óriási utat kellett megtennünk, mire rádöbbentünk arra, hogy itt gyakorlatilag ez már rég nem az a hely, ahol vagyunk. Tehát ez nagyon nehéz belülre ezt az egészet átélni, és szerintem most vagyunk ott, és ezért van igaz a Gyurcsány Ferencnek ebben a dolgozatban, hogy rendszerellenzék alakult. Tehát tényleg annyira megaláztak minket, annyira belénk jöttek, karaktergyilkosságok, hát most már gyilkos. És megállnak itt? Mert hogy jogászok azt mondják, hogy például a hatalom reakcióiból, az körvonalazódik, hogy MTV a ügyben például egy büntető eljárás készül. Erről hallott már? Hát hajrá, hát tessék, hát zárjon börtönbe. Hát na de hát pontosan erről van szó, az már nem karaktergyilkosság, az már böri adott esetben. Hát halálbüntetést még nem vezették be, szóval, hogy úgy tudom, az még csak a Mi Hazánk nevű kormányközeli formáció kacérkodik. Szóval, hogy jó. De tehát, készül erre egyébként? Most komoly a kérdés. Nézze, szóval amikor rádöbbentem arra, hogy itt mi zajlik, az most már egy kicsit korábban volt. Én tényleg azt... Én ezt az időszakot azért látom nagyon fontosnak, mert én most egy csomó politikus társamat megismerem. Tehát most nagyon erősen harcban vagyunk. És én pontosan látom, hogy ki az, aki egy kicsit visszafogottabb, de nagyon hasznos munkát végez, és ki az, aki ott van a barikádokon, és dönteni az egészet. Tehát mi is keressük egymáshoz az utat, nagyon érdekes most az ellenzéket megélni. Valószínűleg majd a időskoromban, amikor írok valamit erről a korszakról, akkor már világosabban fogom látni azt, ami most keresztül megyünk, de tényleg olyan, mintha egy új világba csöppentem volna, és szerintem ebben nem vagyok egyedül, ugye a fehér sapkás képviselő azt mondja. Szóval olyan dolgok történtek itt az elmúlt hónapban, ami nem tud szerintem itt megállni. Bocsánat, annyit hadd tegyek hozzá egyébként, hogy hát börtönben én rossz, tehát ha lehet, akkor azért azt jól, ha elkerül az ember. Viszont az a baj, ez a vágyom. Ismerjük egy jó ügyvédet. Igen, és sokat is jár oda. Szóval az a
amit látunk, hogy például amikor egy bíró a fővárosi törvényszéken föláll és elmegy, hogy hogy indulnak el, nem is csak karaktergyilkosság, fog össze az államgépezet az ügyészségtől kezdve, hogy felkéri Handót, mind a saját valamilyen vidéki bírósági vezetőt, hogy álljon ki, hogy szólítsa föl őt, hogy álljon ki a bíróságon dolgozók egységért, mert hiszen az egységben az erő. Valamilyen Vasalbert féle idézet, amivel most a Magyar Nemzet is megjelent. Én azt gondolom, csak erre akartam kivezetni a gondolatmenetet, hogy nekünk is, vagy azoknak, akik ezzel a rendszerrel nem értenek egyet, vagy nem feltétlenül ezzel a rendszerrel nem értenek egyet, hanem egy jogállamiságot szeretnének, azoknak is ki kéne tudnunk így állni egymásért. Ebben szerintem nagyon-nagyon fontos, mert én azt nagyon becsülöm, főleg egy nőtől, hogyha azt mondja, hogy vállalja akár a börtönt is. Én ezt nagyon becsülöm, szerintem meg azok, akik szeretnék, hogy ez megváltozzon, és akiket ilyenek tudnak képviselni, azok meg dolguk, hogy mindent megtennek azért, hogy egyfelől ne kerüljenek börtönbe azok, akik kiállnak értük, másfelől pedig minél nagyobb hatalom, és minél, már úgy értem, hogy a társadalomból eredőt hatalom legyen mögöttük és erő. Szerintem ez nekünk dolgunk és felelősségünk. A másik pedig az, hogy azért az is kell, hogy az ellenzék a tömegeket meg tudja szólítani. Tehát anélkül ez nem működik. Nem jut eszembe annak a szerb írónak a neve, aki arról írt könyvet, hogy hogyan lehet megdönteni egy diktatúrát, és különböző történeteket ír le ebbe a könyvbe, kezdve attól, hogy mit tudom én, kidobáltak az emberek ilyen kis labdákat az utcára, mert a rendőrök nem engedték a gyülekezést, és az egész egy röhelybe fulladt, mert a rendőrök próbálták a labdákat összeszedni, és eközben lehetett tüntetést tartani. Meg amikor nem tudom, sok példa, nem akarom most itt felsorolni, nagyon sok ilyen példa van, tehát egyrészt az, hogy nevetségessé tenni a hatalmat, másrészt pedig az, hogy mozgósítani kell most erre az embereket. Egy dolgot hadd mondjak ezt, hogy én szerintem nagyon nehéz dolga van az ellenzéknek, hogyha Gyurcsány Ferencnek ezt a dolgozatának, azt hiszem a legvégén ír arról, hogy a nemzetállamok kontra globalizáció kérdése, abban teljesen igaza van. Szerintem normális épeszű ember nem tudja erre azt mondani, hogy az nem így van, függetlenül attól, hogy mit gondol Gyurcsány Ferenc személyéről és a magyar politikában betöltött szerepéről. De ma a társadalomban az van, azt nyomják, nem csak a zakókat veszik meg drága pénz és a kommunika, hanem a plakáthelyeket is. Azt mondják az embereknek, hogy mert a magyarság, és hogy a C-vitamin és az atombomba is tőlünk van, és hogy mi Jézus is magyar volt, tehát hogy van egy ilyen... Gyurcsány azt mondja, hogy globalizáció vagy belepusztulunk. Igen. Ennyire egyszerű. Ezzel nehéz vitázni. Szóval az, hogy a nemzetek vannak, az tényleg egy olyan, tehát a szívünkben van a hazaszeretet, minden, tehát hogy ez egy alap dolog. Tehát aki ennyire súlykolja már, hogy a magyarság, meg nemzeti, meg stb. Nekem egy jobbos ismerősöm, aki bizonyára a Fideszre szavazott 2011-ben, biztos 18-ban, nem biztos, ő mondta, hogy már egyszerűen gyanúsá vált neki, hogy ha valaki mindent ezzel próbál elmondani, akkor talán nem veszi ezt komolyan, ezt az egész történetet. És ez van, tehát a nacionalizmust fel lehet szítani egy adott országban, de utána mi lesz? A gyűlöletet fel lehet szítani. Ugye most a migránsokat tette oda, aztán bárki másra cserélhető, ezért veszélyes ez az üzem. És abban is igaza van egyébként Gyurcsány Ferencnek, hogy a globalizáció, ugye ott megjelenik ez a globalizáció kritikai álláspont. Igen. Tehát, hogy ez valóban, tehát alakítanunk kell tudni ezt a történetet, mert egyébként nem természetes az, hogy az viszont én fenntartom, hogy a kormányok nem engedhetik át a hatalmat multinacionális cégeknek, vagy akiknek még a GDP-nél nagyobb forrásokkal rendelkező, meg árbevételekkel rendelkező cégeknek. Tehát az irányítást ott kell tartani a nemzeti kormányoknál, és ott e fölött kell tudnunk szövetkezni. Menjünk át a következő témára, kérem szépen, és nekem az kiváló végszó, amit Szél Bernadett mondott, hogy bárki más lehet céltábla, ma a migránsok, vagy a szegények, a kilakoltatottak, a hajléktalanok. A nap számát szeretném megmutatni önöknek. A nap száma 10 000. 3 év alatt csak nem 10 000 kilakoltatás történt Magyarországon. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar összesített adatai alapján 3212 ingatlan kiürítés történt csak tavaly. Vagyis 2017-ben, ami a kormány, 18-ban, ami a kormány által meghirdetett családok éve volt. Tehát a családok évében több mint 3200 család vesztette el az otthonát és került az utcára. Találós kérdés, mit mondott Orbán Viktor egy nagyon sokat idézett mondat 2010-ben? Útszéle is van benne. Senkit nem hagyunk az útszélén. Senkit nem hagyunk. Hogy lehet ennél jobban az útszélén hagyni valakit, mint az, hogy valaki, aki eladósodik, tartozik a banknak, és elvesszük az otthonát. Lehet ennél jobban útszélén hagyni egy családot, egy embert? Hát már csak azért is, bocsánat, csak hogy itt a gyerekekről van szó, hogy nagyon sok gyermek azért
végzi állami gondoskodásban, mert a szülei elveszítik az otthonukat. Holott egyébként a magyar törvények garantálnak, hogy anyagi helyzet okán egyetlen gyermeket sem lehet kiemelni. Tömegesen van a praxisomban olyan példa, amelyben úgy kerülnek gyerekek állami gondozásba, hogy nem tudják nekik biztosítani vagy magát a négy falat, vagy pedig az nem olyan minőségű, hogy ott élni lehessen. Egyébként én azt hiszem, hogy valahol olvastam is, hogy Európában nem létezik olyan, hogy kisgyerekes családokat az utcára kitesznek anélkül, hogy gondoskodnának valamiféle lakhatásukról. És erre azért meg lenne a mód Budapesten is, meg vidéken is. Tehát én értem egyfelől azt, hogy az, aki sajnos beleszaladt ebbe a nagy adósságba a devizahitelek kapcsán, és tartozik. Azokat a tartozásokat valamilyen módon behajtják, mert ez egy jogi kérdés. De azt nem értem meg, hogy gyerekes családokat úgy tesznek ki a házukból, lakásukból, hogy az állam, az önkormányzat semmiféle megoldást nem tud erre kínálni. De a lakhatáshoz való jog az nem alkotmányos alapjog Magyarországon. Tehát az Alkotmánybíróság 2000-ben kimondta, hogy az nem alkotmányos alapjog. Tehát az államnak nem dolga lakást adni. Sem az államnak, sem az önkormányzat. Ilyen kormányzat szerint alkotmányos alapjog az, hogy hülyék legyünk, illetve az, hogy hülyének nézzenek minket, mert az a tízezres szám elé, hogyha mellé teszik azt, hogy néhány tízezer forintért viszont, ha Habsburg család sarja vagyok, akkor a királyi várba is tudok bérelni önkormányzati ingatlant emellé, akkor az nem akarok demagóg lenni, bár imádom ezt a szerepet, de mégis így van, hogy ez egy gyomorforgató számadat, és hogyha még egyet, ha nem levegőztetőgépet tarakunk ide, még egyet ide teszünk, hogy hány stadion és hány milliárdból épül, hogy amellett lehetne szociális bérlakásokat építeni, ez egy nagy kérdés. Nyilván azt tény és való, hogy a társadalomban a szemléletet is én látom ügyvédként meg kell változtatni. Tehát az a gondolkodásmód, hogy mindenkinek kell, hogy legyen egy lakás, az évtizedes múlta tekint vissza, hogy a családnak az a vagyona és az a tiéd, amiben laksz és azt megszerezted. Ezt meg kell változtatni, ez Nyugat-Európában sehol nincs így, meg máshol se. A bérlakás az egyébként egy teljesen elfogadható dolog lehet. Nem ettől, hogy az emberek attól félnek, hogy attól van létbizonytalanság, hogy nem az övé, hanem bérli. Ugye, de Gábor, pedig... hol van megfizethető bérű lakás hát Magyarországon? Ki tud 150 ezer forintos lakbéreket kifizetni? Pontosan erről beszélek, ez a kormány felelőssége, hogy a stadionok építése, meg ugye az 50 milliárd helyett most már 150 milliárdot lehet a TAU-ra fordítani, a sportra. Ezt kéne egyébként, ezeket az összegeket, mert ugye ott az, mi is az indoklásod, hogy nem csak fejleszteni kell, hanem működtetni. Hát úgy így van, ezeket az embereket, ezeket a családokat működtetni is kell. Nem soha, de egyáltalán nem épülnek szociális bérlakások. Tehát igen. Az, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy ez a lakás tulajdonhoz való ragaszkodás, ez ezért alakul igen. ki, mert nem lehet megfizetni. Ugye az albérletek is magán tulajdonban lévő lakásoknak a bérletei, annyit kér, amennyit akar, vagy amennyit a piac elbír. A piac most elég sokat elbír, és ez egy nagyon-nagyon széles rétegnek a bérlakás is megfizethetetlen. Tehát az, amikor én azt mondtam, hogy nem lehet úgy utcára tenni gyerekes családokat, hogy semmiféle elhelyezésről nem gondoskodnak, akkor én nem arra gondoltam, hogy most a lakhatás az alapjog, vagy nem alkotmányos alapjog. Csak legyen hanem megfizethető csak bérű bérlakás. Legyenek szociális bérlakások, és oda minimális bérleti díjért ezek a családok beköltözhetnének. Igen, három dolog. Szóval szerintem viszont a lakhatás legyen alapjog. Tehát szerintem az az. Tehát, hogy én lehet, hogy jogilag, jogászok szoktak velem ilyenkor beszélgetni arról. Hát ezt kéne alkotmányt módosítani, azt meg nem szoktak. Nem, azt nem lehet. Én szerintem a világrendje az úgy van, hogyha a lakhatás az alapjog. Kettő. Eszembe jutott egy szám, ha már itt a napszáma. A Habitatnak a kutatása emlékeim szerint, hogy az összes lakásállománynak a 3%-a bérlakás, és akkor annak a fele, tehát az összes lakásnak a 1,5%-a szociális bérlakás. És egyébként ne felejtsük el, hogy tönkretették azt a lakáspolitikát, ami volt. Tehát most már szinte csak a csokról hallunk, ami kifejezetten közép-felső osztályokra céloz, és ott hoz megoldásokat. De például abszurd helyzetek vannak, hogy önkormányzatok tudnak lakhatási támogatást adni, de teljesen rájuk van bízva ez, hogy milyen módon meg hogyan teszik. Másrészt pedig az is nagyon fontos, hogy a szociális bérlakásoknak a minősége is sokszor olyan, hogy nem tudják használni, tehát lakhatatlan, és az önkormányzatoknak nincs hova pályázni, hogy felújítsák ezeket a lakásokat.
És egyébként meg, ha még lakhatás, volt egy ilyen érdekes kalandom, próbáltam kideríteni, hogy a jelenlegi kormányban ki felelős a lakhatásra kapcsolatos kérdésekért, mert ugye probléma van. Ki az illetékes elvtárs? Na, Varga Mihály. Tehát, hogy ez, tehát a pénzügyminiszter, szóval tényleg biztos neki nagyon nem sok szociális ideje van. Kérdés, egyrészt nem családügyi kérdés, hanem pénzügyi nincs kérdés. Egy ember, vagy egy államtitkárság, vagy valami olyan hely, ahol ezekkel a borzalmas problémákkal úgymond foglalkoznák. Tehát hányféle ilyen kormánybiztos, miniszteri biztos, mindenféle ilyen plusz tisztséget osztogatnak, de nincs egy felkért ember, egy hely arra, hogy ezekről a súlyos kérdésekről beszéljen a Fidesz-KDNP kormánya. Súlyos kérdésekről fogunk beszélgetni a reklám után is, néhány perc, maradjanak kérem. Még két téma a második félidőre, folytatjuk. Az első a nap mondata, a nap idézete Éger Istvántól, a Magyar Orvosi Kamara elnökétől van. Már is mondom, hogy mit mondott ő, pontosabban nyilatkozta egy lapnak. Magyarországon még mindig jobb az egészségügy, mint Afganisztánban. A mondat környezete is fontos, és ez így hangzik, egészségügy mindig lesz, csak kérdés, hogy milyen. Magyarországon még mindig jobb az egészségügy, mint Afganisztánban. A világon mindenhol van egészségügy, nem tud összeomlani. Ebből aztán kiderül, hogy ez valójában nem egy cinikus mondat, hanem egy elkeseredett mondat. Éger István arról beszél, hogy lehet még ennél is lejjebb. Reakciókat kérek, ki mire gondolt, amikor hallotta, olvasta ezt. Nekem az jutott eszembe, hogy még az antivilágban, amikor az ügyészségen dolgoztam, akkor az akkori legfőbb ügyész, amikor mi nagyon morogtunk már, hogy nagyon kevés a fizetés, nagyon sok a munka, akkor hazajött Vietnámból, és azt mondta, hogy ezt most azonnal abba kell hagyni. Vietnámban az ügyészek egy tál rizsért dolgoznak. Na, nem kérem. Voltunk megvigasztalva, mit mondjak? Remélem, Kásler miniszter úr néz bennünket, ugye? Amerikában verik a négereket, hogy a klasszikus visszatartja. Én azt gondolom, hogy igen, tényleg, hát egyfelől nem kéne neki stand-up-pal foglalkozni, mert értem a viccet, de nem szeretem. Igen, nem sült akkor át, de igaza van. Tehát, hogy tényleg az a helyzet van, hogy ez egy, tehát amikor egy a szakmájában tisztességben megőszült szakember ezt tudja már csak mondani, az rémelkeserítő. És akkor, amikor emellé láttam, hogy ez volt ugye a kérdés, a nap kérdése, és az remek ez az alternatív válasza a Nagy Feróval, amikor azt látom mellett, hogy Nagy Feró pedig, akinek az a dolga lényegében, még abban sem biztos, hogy a tilt kalácsával történt-e valami ott a mazsalák környékén, szóval, hogy az a dolga, hogy a pártpropagandát fújja egy kórházi ágyból, akkor az ember így azt mondja, hogy ez valami szörnyű, hogy hol tartunk, hogy a nemzet. Egyébként megvan nektek az a kép, tehát Nagy Feró fekszik a persze, kórházi ágyon, persze. Ami egy fából készült ágy, tehát nem fertőtleníthető, nem dönthető a támlája, és nincsenek kerekei. Tehát kórházi ágynak totálisan alkalmatlan, és akkor beszél Nagy Feró ezen a kórházi ágynak tökéletesen alkalmatlan ágyon arról, hogy szuper a magyar egészségügy. Bernadett. A gyors reakció, hát én pont egy kórházban voltam egyébként, és egy nem tudom, több órás sorban állás, és embertömeg, és mindenféle, amikor ugye ez jött ez a mondat, és hát úgy aláírom. Tehát én azt gondolom, hogy itt ez két dologról árulkodik. Az egyik az, hogy valóban ő már nagyon sokat beletett, próbált változtatni, de hogy igazából a kormány az, akiről ez az egész lepattan, és egy idő után elfáradnak azok az emberek, akik küzdenek. Én ezt a fáradtságot láttam ebben a mondatban. A másik pedig az, hogy igen, egy összeomlás az nem úgy néz ki, hogy bezár a kórház, és akkor kész, nincs hova menni, hanem így megy lefelé az egész történet. És mondjuk, amikor egy kézröntgennél a röntgenbe a mennyezet leszakad, és akkor örüljünk, hogy nem voltunk éppen benne, és az idős nénit kitolják, és hú, ezt akkor megúsztuk. Vagy pedig, bocsánat, még valami, hogy a műtős fiúdak az emberi hozzáállásán múlik az, hogy a hajléktalan ember a fagyott végtaggal, ennek a szemtanúja voltam, gyorsan bekerül, hogy segítsenek neki, akkor tényleg azt mondom, hogy ezt az egészet a Szentlélek tartja össze, meg azok az emberek, van akik ott ebben vannak, és felelőssége nem az orvostársadalomnak, és ezt mindig el szokták mondani, hogy az orvosok egyébként hallatlanul, lelkiismeretesen és csapágyasra hajtva, de végzik a dolgukat, és ez igaz. De arra gondolok, hogy a Magyar Orvosi Kamarának 48 ezer tagja van. Nem igaz, hogy nincs érdekérvényesítő képességük. Miért nem képzelhető el egy magyar orvos, aki azt mondja, hogy miniszter úr, tessék leülni a váróba, majd 6 óra múlva meg tudom nézni, mert itt van még a Takács néni, meg a Feri bácsi. Ők már 4 órája várnak. És ezt néhányszor meg lehetne csinálni, nem bocsánat. Nem kellene, bocsánat, miniszter, a Nagy Feró se várt nyilván 5 percnél többet,
mert sajnos ez a rendszer. De miért nem akad egy orvos, aki civil kurázsiból ezt megcsinálja? Akad mindenhol egy-egy ember, itt is volt éppen egy, aki elmondta, mint ahogy a bíróságon is van egy, aki éppen elmondja, meg másút is van egy, aki elmondja. Ugye ezt a kérdést fel lehetne tenni, hogy vajon miért nem állnak ki a jogászok az egyébként elképesztő jogszabálymódosítások ellen? Ez egy jó kérdés lehet, fogalmam nincs róla. Én például itt kiállok meg más fórumokon, és sok kollégám is így tesz, de én nekem az a bajom, és ugye egy picit visszacsatolva az előző hírre is, még a szünet előtt, az a bajom, hogy nincsen meg a lehetőségünk, hogy akár arról döntsünk, hogy szociális bérlakást építő programot hirdető kormányt akarunk, vagy egészségügyet felkeroló, vagy oktatással foglalkozó, vagy a magyar tudományos világot népszerűsítő, vagy azt támogató kormány, és ez a legnagyobb bűne a Fidesznek, hogy azt éri el, vagy azt csinálja, hogy egy ilyen sorosozós, migránsorosozós rémképpel, a média lenyúlásával és azokon keresztül a valótlan híreknek a társadalom felé közvetítésével megfoszt engem választóként attól, hogy ebben a kérdésben, hogy milyen egészségügyet akarok magamnak és Nagyferónak, egyébként nem egyformát, akkor az, ebben a kérdésben én megalapozottan tudja dönteni. Ez az egyik legnagyobb bűnük egyébként, és ez szerintem az alapvető probléma. A kérdésedre visszatérve, egyébként szerintem azért az orvostársadalomnak is van felelőssége. Tehát az a rendszer, az a hierarchikus rendszer, ami működik, azt ők nagyon nem akarják, hogy megváltozzon, hogy alapjaiban megváltozzon. Függetlenül attól, hogy a Fidesz, bocsánat, de fütyül az egészre, mást akartam mondani, és nem érdekli az egészségügy úgy, ahogy van, mint ahogy semmiféle szociális kérdés nem érdekli őket, de azért, amikor kísérletek voltak arra, hogy megváltoztassák az egész orvosi, ezt a hierarchikus rendszert, akkor azért ellenállás volt az orvosbárok. Az orvosbárok, igen. Ja. Hát azoknak, akiknek sok és nagy zsebük van. Ugye a társadalom nélkül semmit nem lehet csinálni, tehát ezt én is szoktam mondani, hogy a tüntetésekre ugye azért megyünk, mert tehát nem fog 300 politikus önmagába itt bármit csinálni, hanem kellenek, hogy a tömegek is utcára menjenek, Facebookon híreket megosztanak, szabadságkiskörei működjenek, ki minek hívja, tehát abszolút szükséges, ez nem csak az ellenzék ügye, mi egy eszköz vagyunk ott, ahol éppen vagyunk, de valóban mindenkinek a sarkára kell állni, mert itt mindig van egy következő. Szóval és nem akarok én ezen bocsánat, nagyon sokat igen, bocsánat. És még egy gondolat, hogy igen, tehát ki kell mondani, hogy a Fidesz az meghekkelte a demokráciát. Ez történt. Erről beszéltél te is az előbb, hogy gyakorlatilag meghekkelték a demokráciát, ez különböző nevekkel, most áldemokrácia, hibrid rezsim, meg mindenfélek nevezzük, de hogy ez egy hekkelés. És hogy ez a lényeg, hogy mi se jókedvükből fogunk össze, meg az ellenzék nem jókedvéből csinálja azt, amit csinál, hanem azért, mert nincs más eszközünk. És erről beszélgettünk pont a szünetben, hogy igazából mi is csak tisztességesen akarunk versenyezni egymással a különböző elképzelések mentén. És ennek a tisztességes versenynek a lehetőségét vették el, ahogy a szavazóktól elvették a tisztességes, vagy nem tudom, észszerű döntésnek a lehetőségét, ugyanígy a politikusoktól a tisztességes verseny lehetőségét. És én most a sorstársamat látom abban a jobbikos vagy DK-s politikusban, akit éppen tesznek tönkre, vagy a Hatházi Ákosban, akit gyilkosoznak, meg luxus lakásokról beszélnek az ő esetében azok, hogy komolyan nem sül le a bőr a képükről, akik látom, hogy lopják szét ezt az országot. Tehát ez egy olyan helyzet, hogy igen, ki kell állnunk egymásért, és hogy az orvostársadalom, hát legyenek kedvesek, akkor ők is tegyék meg a téteket, mert valóban Afganisztán. Igazságos legyek, vannak kísérletek, tehát az orvostársadalomban is, meg a főként a fiatalabbak azért próbálnak megmozdulni, és követelésekkel előállni, és megpróbálni, de az az egység, ami ehhez kellene, ami egyébként egyetlen hivatásrendben sincs meg. Lásd a bíróságot, azt szokták mondani, hogy a kispénzűekkel, az elesettekkel, a szegényekkel, a hajléktalanokkal könnyű megtenni, mert nincs érdekérvényesítő képességük. Kinek van, hanem az orvosoknak? Tehát, hogyha valakinek azt gondolnám, hogy az anyagiak és a szellemiek együtt vannak ahhoz, hogy képviselje az érdekeit, akkor ez az orvostársadalom kellene, hogy legyen. Szerintem ez a, ugye, bocsánat, ugye ma mondtam azt, hogy mi az egyik szerintem lenni a bűne a Fidesz kormánynak. A másik szerintem pontosan az, hogy a társadalomnak azt a
akármely rétegéről is, vagy akármilyen szakmáról is beszélünk, vagy akármilyen csoportjáról beszélünk, azt a fajta egészséges, versenyző életben maradó képességét öli meg azzal, hogy mindent központosít, legyen az a tudományvilága, legyen az a vállalkozások, vagy bármi más, hogy ezt a fajta versenyt, ahogy megöli, így az emberek lényegében az önérdek érvényesítő képességüket veszítik el, és innentől teljesen mindegy, hogy egyébként ők milyen szakmához kapcsolódnak, vagy milyen szakmának a részei, egyszerűen ide kell hoznom azt a példát, ugye, hogy azt mondja az MTA-nál a miniszter, ezt ma már mondtam, hogy akkor megváltoztatjuk a törvényt. Tehát, hogy nincsen, tehát egyszerűen ezek és akkor erre mit mond az ember, úgyis megváltoztatják. Tehát, hogy rettegek, hogy megmaradjon a munkám, és nagyon kevés olyan ember van ma Magyarországon, még az ügyvédek ilyenek, de félek tőle, hogy arra is vannak mestertervek, akik függetlenül, az államtól függetlenül az egzisztenciájukat úgy tudják megteremteni, hogy azon a piacon nem kell állami megrendelések mentén Mészáros Lőrinc alá beszervezniük magukat. Még egy fél percet tudunk erre a témára áldozni. Nem, csak itt felmerült bennem az, hogy rengeteg orvos ugye csábítanak külföldre, és most már nem már henteseket, már mindenkit. Tehát tényleg itt van egy nagy választási lehetőség minden ember életében, hogy kvázi úgymond kalandvágyból itthon marad és küzd, vagy pedig elmegy és azt gondolja, hogy ott hát jobban fog járni, ezt látjuk mi is, hát látjuk a történeteket. De hogy ezért kell nekünk politikusoknak, és ezt mondom mindig a többieknek, hogy ezért kell nekünk nagyon tenni a dolgunkat, hogy lássák azt, hogy van remény, van esély, hogy kiállunk értük, küzdünk. Tehát én azt gondolom, a politikának komoly felelőssége van abban, hogy mennyire tudjuk mi megmutatni az embereknek azt, hogy van, aki képviseli őket, és hogy erről szól az MTA, meg erről szól minden, hogy megpróbálunk képviselni ilyen körülmények között is. Ja, hogy nem tudjuk ezt késsel, villával nem tudom intézni, majd ha jogállam lesz, akkor majd bemegyünk kis kosztümbe a közmédiába, és majd értekezünk szépen a dolgokról, de addig maradnak az unortodox módszerek. Na, mai utolsó témánk az pedig az, hogy a gyárfás sportik ügyben megint egy hangfelvételt került elő, ez most a pesti srácokhoz jutott el. Mindjárt ezt megmutatjuk, és aztán egy kicsit beszélgetünk arról, hogy nyomozati anyagok azok hogy jutnak ki rendszeresen a sajtóhoz, vajon. Újabb részleteket közölt a pesti srácok a Gyárfás Tamás és Porték Tamás között zajlott beszélgetésekből. A feltételezések szerint 2004-ben készített hangfelvételen vélhetően a brutálisan meggyilkolt Fenyő János média vállalkozóról beszélgetnek. A több bűncselekményért elítélt Porték azt mondja, megoldott a gyárfás problémáját, aki 8 milliárd forintot keresett az ügyön, és azóta boldogan él. Gyárfás ezt azzal nyugtázza, azóta boldogan élek. A felvétel egy későbbi részén pedig az alábbi dialógus hangzik el. Porték. Én kérdeztem, mi legyen az emberrel. Szétkasszuk, erre te azt mondtad. Igen. Te mondtad nekem, hogy el akarja venni tőled a tévét, stb. Látszik rajtad, hogy nyugodt vagy. Gyárfás. Mert te megoldottad. Ki tudnak-e szivárogni véleményetek szerint ilyen felvételek, idézetek? Máshonnan, mint a nyomozóhatóságtól, vagy az érintettek ügyvédjeitől? Tehát ki más fér hozzá ezekhez a cuccokhoz? Hát elsősorban a nyomozóhatóság. Az ügyvédek egy kicsit később kapják meg az iratokat. Hát most már az új büntetőeljárási törvény ebbe az egy dologba kedvez valamelyest a védelemnek, ugye, hogy a gyanúsítást közlésével egyidejűleg, vagy azt követően az addig felgyűlemlett valamennyi iratot meg kell, hogy kapja a védő is, tehát elméletileg megkapja, én nem tételezem fel, hogy kollega ezt kiszivárogtatja a sajtónak, sajnos, mert azt látjuk, hogy sokkal inkább a nyomozóhatóságok meg az ügyészségen keresztül jönnek ki különböző hírek. Különböző De miért? Miért? Mi a célja a nyomozóhatóságnak? Egy előzetes hangulatkeltés? Tehát mire a dolog eljut már a bírói szakba, ítélethozatalig addigra, mindenki vért akar jönni? Ilyet még ebben az országban sose láttunk, hogy a közvélemény nem, attól nem kell, hogy koncepciós legyen egy per, nem tudjuk, hogy ebből csak mi lesz. Csak megdolgozni a közvéleményt De az, előre. Hogy a közvéleményt jó előre megdolgozzuk, ne menjünk most messze itt a vörösiszaperrel kapcsolatos első naptól kezdve, ami történt, tehát amikor még senki semmit nem tudta, hogy mi történt, csak Orbán Viktor tudta, hogy itt emberi mulasztás, és a MAZ-ZRT dolgozói és vezetői azok, akik ezt előidézték. Tehát ettől mondom, ez a katasztrófa másnapján volt. Könnyen Igen, tudom. Ezeknek az a célja, bocsánat, csak hogy megdolgozzuk a közvéleményt, és még mielőtt bármi, akár csak nyomozati szinten is tisztázódna, szivárogtatjuk szóval, az adatokat. Mitől szivárog ki a kérdésedre válaszol, mitől szivárog ki egy olyan
anyag, amiben éppen Gyurcsány Ferencet, mint a bűnözők mencsvárát írják le ebbe a hírbe, nem látszott, vagy nem olvasták föl, de ha valaki elolvassa, az interneten láthatja. Könnyen meg tudnám válaszolni ezt a kérdést, hogyha ebbe az évben mondjuk lennének választások, mert azt gondolom, hogy biztos azért van. De így, hogy egy sincs ebbe az évben, így el sem tudom képzelni, hogy milyen oka lehet annak, hogy pont egy ellenzéki vezető politikus neve forog a pesti srácoknál. De hát nem csak az ő neve forog, hát a régi MSZP-seknek a neve is forog. Tehát ennek sokszor az ügytől függetlenül szerintem is. Nincs olyan hivatalban lévő és korábbi miniszterelnök, aki ne parolázott volna Gyárfással, ne lennének közös fényképei. Tehát ez jobbról balról. Bocsánat, belekezdett valami. Ebben az országban most már semmi sem az, aminek látszik. Én ugye ez a meghekkel demokráciának az egyik ismérve, de visszatérve erre a dologra, hogy azért én fel vagyok arra készülve, hogy a következő időszakban mindent meg fog tenni a centrális erőtér tulajdonosa, hogy az ellenzéknek a tárgyalásait, együttműködését szétverje. És én azt gondolom, hogy mindenre fel kell készülnünk a következő időszakban. Ezt tudom mondani erre a kérdésre. Tehát, hogy miért jön elő Gyurcsány Ferenc neve, vagy miért fognak előjönni nevek, miért állnak, nem tudom, kamerák Hatházi Ákosnak az otthonánál, miért kérdezgetik tőle, hogy honnan van a hatalmas vagyona, meg nem tudom. Szóval kicsit az egészet akkor tágabb. Egyébként erről igen. Azt gondolom, hogy akkor ne szivárogtassak, akkor az egészet kérjük. Tehát, hogy akkor nem szappanoperát kell csinálni, hanem akkor tessék nyilvánosságra hát hozni. Hát nem lehet. De azt én el is fogadom, hogy nem lehet mindent nyilvánosságra hozni egy folyamatban lévő nyomozásnál. Ez így, hogy hangulatkeltés. És ebből az anyagból azért elég egyértelmű, hogyha ezt az ember így végigolvassa, hogy ezt nem egy ügyvéd szivárogtatta ki. Aha. Nem az ügyvédnek az érdeke, hogy ezek a mondatok kikerüljenek a nyilvánosság elé, tehát kizárásos alapon, ha nem az ügyvéd, akkor... Volt ennek egy korábbi fordulója, amikor az Indexhez kerültek ki anyagok, az meg azt gondolom, hogy inkább a gyanúsított ártatlansága mellett szólt. Tehát akár még ez lehet egy ilyen csiki-csuki, hogy ki mit tol, de ki, hogy erre nem utaltam, tudom. Hogy ez nincsen rendben, tehát hogy tényleg az van, hogy ezt így nem lehet csinálni. Tudom, hogy ebben az országban ez amit mondtál, ezt ilyen sosem álltunk, stb. De nem, tehát ez egy nem elfogadható eszköz, tehát ilyen hangulatkeltésre alkalmas, és a politikai élét kellene az egésznek nézni, és az azt hiszem világos az üzenet. Abban bízom, hogy kiválóan alkalmasak voltunk mi is hangulatkeltésre, és hogy önök jó hangulatban töltötték ezt az elmúlt majdnem 40 percet. Ez köszönhető a vendégeknek, Komlódi Gábornak, Szél Bernadettnek és Sándor Zsuzsának, és persze önöknek. Minden jót, viszontlátásra. Köszönöm.